Köszöntöm nézőinket! A Global HT című műsorunkban a legutóbbi Globo magazin riportjaiból, híreiből, tudósításaiból választunk ki két fontosabb témát, amiről részletesebben értekezünk a stúdióba meghívott vendégeinkkel. Szeptember 21-i műsorunkban részletesebben hallhatnak beszélgetést Kicsi Györggyel, a Nemzeti Kutyakiállítás szervezőjével a verseny izgalmairól. Ezt követően Prácser Miklós, a hegyközségi tanács elnöke, és Varkoly Ádám szőlősgazda tájékoztat bennünket a szüreti munkálatokról. A műsor végén az életmód percekben vendégünk lesz Bukovenszki Gábor személyedző, aki a táplálék kiegészítőről számol be. Kérem, tartsanak velem! A Magyar Ebtenyésztők Tokajhegyaljai Egyesülete a tavalyi évben megszerezte a jogot a MEUER Szóegységtől egy nemzeti cackutya kiállításra, ami múlt héten volt, és erről beszélgetek Kicsi Györggyel, a Magyar Ebtenyésztők Tokajhegyaljai Egyesület elnökével. Köszöntelek, Gyuri, így foglak szólítani, mert hát ugye ismerjük egymást, és ezért is tegeződünk, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szívesen, megtiszteltek vele. Először is én szeretném tisztába tenni, mert ugye aki nincs annyira benne ezekben a kiállításos dolgokban, ugye a CACC kiállítás és a CACIP kiállítás között mi a különbség? Mert ugye aki nem foglalkozik ezzel, csak lát mondjuk egy felhívást, az nem biztos, hogy tudja, hogy miről van szó. Maga a rendezés szempontjából alapvető különbség a két kiállítás között nincsen, tehát körülbelül ugyanennyi kutyafajtáról beszélünk, nagyjából ugyanennyi bírói körről beszélünk. Talán a különbség az lehet közötte a hétköznapi ember számára, hogy a CACIB kiállításon nagyobb a tömeg. Na most ez azért van, mert a CACIB címnek az elnyerése az egy jóval magasabb cím, mint egy CACC címnek az elnyerése. Alapvető különbség még ugye a kettő között az, hogy még a CACC kiállításokat azt a Magyar Kinológiai Csúcsszerv, a MEUER Szövetség engedélyezi, addig a CACIB kiállításokra, ugye az AMENT, azt a FCI központban mondják ki, ami Belgiumban van. Tehát maga az engedélyezése is egy teljesen más kategóriába tartozik, valamint a CACIB kiállításon elnyert győztes címek, ugye azok a CACIB címet kapnak a kutyák, hogyha egy kutya egy éven túl megszerzett kettő CACIB kiállítást, az megkapja a nemzetközi champion címet, tehát az interchampion címet, míg a CASZ címet elnyert kutyák, ugye ott pedig úgy van, hogy egy év és egy napnak kell eltelnie a CASZ címek között, az csak a Hungária champion címet tudja elnyerni. De ugyanilyen CASZ kiállításokat rendezhetnek, tehát a környező országokban, akár Szlovákia, Románia, Szerbia, vagy bárhol. Ugye azokban az országokban is ugyanezt a címet kapják meg, hogy CASZ, és ugye mondjuk a Szlovákiában elnyert három CASZ cím után szlovák sampion lesz a kutya, a Romániában elnyert 300 cím után román sampion lesz a kutya, míg a CACIP címeknél ezek összekapcsolhatóak, tehát hogyha én Romániában nyerek egy CACIP címet, és Magyarországon nyerek egy CACIP címet, akkor a kettőt azt össze lehet adni, és ugye megkapja a kutya az intersampion címet. Igen, szóval azért ez egy picit bonyolult volt, de most már legalább azért tisztába tettük ezt a két fogalmat. Én nagyon szeretnék arról beszélni, hogy egy első alkalommal került szerencsén ilyen kutyakiállítás megrendezésre. Én szerintem ez nagyon nagy dolog, és nagyon népes volt a mezőny, mert több mint 350 kutya volt. Hogyan jött az ötlet, hogy szerencsén kerüljön ez megrendezésre, hogy a hosszú idő után a Tokai Egyesület igazából nem nagyon volt benne ebbe a vérkeződésbe? Először is ugye azért nem volt erre lehetőségünk, mert nem volt a Tokaj hegyen egy önálló jogú egyesület. Tehát a régi világban, ugye ez 2011 előtti időkről beszélünk, akkor volt ugye a központi MEU, ami gyakorlatilag most is létezik, ami nem szövetség volt, hanem egy egyesület. És annak az egyesületnek voltak különböző féle fajta vidéki szervei. Egyszerűen nevezhetnénk ezt úgy, mintha ilyen fiókirodái lennének lehelyezve. Na most 2011-ben a magyar kinológiát egy picikét átszervezték, az állam gyakorlatilag a ellenőrzés alá kívánta vonni a kutyás tevékenységet is, úgyhogy minden vidéki szervezetnek önállósodnia kellett, ugye, ami abból áll, hogy önálló költségvetés, önálló gazdaság, tehát egy önálló irányítást kellett létrehozni.
és ekkor alakultak meg, tehát 2011-et követően alakultak meg a vidéki szervezetek is, mint önálló szervezeti egységekként. És ugye mi 2012-ben hoztuk létre a Tokaj-Hegyaljai Egyesületet, ugye ehhez minimum 10 személynek az egység akarata szükségeltetik. Létrehoztuk 2012-ben a Tokaj-Hegyaljai Egyesületet. A központja ugyanaz, az Szerencsi, de a vezetőségi tagok között ugye van tokai, van abaújszántói, vagyunk mi szerencsiek, tehát valóban összefogjuk a Tokaj hegyalját, ezért is lett az az elnevezés, mert én úgy gondolom, hogy itt a régiónkban, ha valaki kimondja azt, hogy tokai, akkor mindenkinek a tokai bor jut belőle, vagy jut róla eszébe, ha kimondják azt, hogy szerencs, akkor mindenkinek a szerencsi csokoládé jut eszébe. És ugye ezért volt az érdekes is sok ember számára, hogy mondjuk az volt a kiáltásnak az elnevezés, hogy Tokajcac, annak ellenére szerencsén került megrendezésre. Tehát nem szerettük volna egyik nevet sem elengedni, mert ugye nyilván szerettük volna kihasználni ennek a két névnek a vonzerejét. Na most ez úgy kerül ezt, tehát úgy lehet ezt megrendezni egy ilyen kiállítást, hogy amikor önálló joggal bírunk, és kell egy bizonyos tőkével rendelkeznie az egyesületnek arra, hogy pályázatot tudjunk benyújtani. Itt nem nagy összegekből kell gondolkozni, de azért ugye a szövetség is, akinek odaítéli ezt a díjat, tehát biztosnak kell lenni abban, hogy azért itt számos kiadás van a bírói költségektől kezdve a díjaknak a megvásárlásáig. Tehát, hogy ez az egyesület ezt fogja tudni finanszírozni, mert ugye olyan ez nem fordulhat elő, hogy valaki, tegyük fel, eljön egy bírót, meghívunk Szerbiából, és akkor nem tudjuk kifizetni az úti költségét. Tehát ezért kell egy bizonyos tőkével is, hogy rendelkezzen a maga az egyesület. Na most ezt a pályázatot mi 2013-ban nyertük el, tehát olyan két éves átfedésekkel tud ez mindig működni. 2013-ban nyertük el. Aztán a maga a megrendezés, mivel mi tapasztalatlanok voltunk, borzasztóan egy segítség volt számunkra a Miskolci Egyesület, illetőleg a Debrecen Egyesület, tehát a közelben ez a kettő egyesület van, amit közelének lehet nevezni. Természetesen ugye kutyásberkeken belül az egyesületi vezetők, meg gyakorlatilag az egyesületnek a tagjai, baráti viszonyban vannak egymással, hiszen más kiállításokon mi számtalanszor találkozunk, beszélgetünk, tippeket adunk egymásnak. Úgyhogy én borzasztóan szeretném megköszönni azokat a segítségeket, amit a Magyar Ósi István, a Miskolci Egyesületnek az elnöke nyújtott nekünk, illetőleg a Szabó Sándor, a Kelet-Magyarországi Eprényeztők Egyesületének az elnöke. Ez mind ugye egy ilyen szakmai iránymutatásban is megnyilvánul, de természetesen tárgyi eszközökben is, hiszen mi először rendeztünk kiállítást, nem voltak tárgyi eszközeink, nem voltak ringkaróink, ugye, amire kihúzzuk a ringszalagokat, nem voltak olyan kiállítási asztalaink, amit hogy kint voltak a kiállításon a látogatók, ugye láthatták, hogy a kisebb fajta társasági kutyákat a bírók ugye asztalon bírálják el. Tehát, hogyha ezt ott szaladgál a kis Jack Russell terrier a fűbe, azt ugye nehezen lehetne elbírálni, mert nem látni mindenféle fajta olyan genetikai adottságát, amit meg kell vizsgálni. Ez lenne kérdésem egyébként, hogy a délelőtt folyamán ugye a bírálatok zajlottak. Mi az, amit ott figyelnek a bírók? Mi az, amit be kell mutatni, és mik azok a fajta jegyek, amit ők megfigyelnek, és gondolom az alapján döntik el majd az eredményeket? Maga a kiállításának a forgatókönyve ugye alapjáraton a látogatók számára az kettő részből tevődik össze. A délelőtt folyamán, illetve a kora délután folyamán ugye különböző ringekben, különböző bíróknál zajlanak az egyedi bírálatok, ami azt jelenti, hogy beszéljük a Jack Russell Terrierről, vagy akár beszélhetünk a ettől olyan populárisabb fajtákról is, a tacskókról, a bulldogokról, vagy bármilyen kutyafajtáról. Egy adott ringben ugye csak azt a fajtát bírálják el, ahol minden kutyának van egy ilyen standard leírása, úgy hívják ezt. Ugye, és akkor itt a bíró azt vizsgálja, hogy a kutya a standardnek mennyire felel meg, mennyire tél el, mennyire tükrözi azokat a jegyeket, amiket a standard számára előír. Fontos megjegyezni, hogy ez a kiállítás, ez alapvetően ugye a kutyáknak a küllemét vizsgálja, tehát a vézen és a karaktervizsgálatra kevésbé terjed ki, bár ugye a rutinosabb bírók azok azt is látják már, amikor mozgatják a kutyát, hogy milyen a karaktere, hogy viselkedik a többi kutyával szemben, és ugye ezt a rangsorolásnál ezt figyelembe kell, hogy vegye.
Talán ami magyarázatra szorul egy picit, mert én úgy tudom, hogy itt a kiállításon egy olyan visszhangot hallottam, hogy elégedetlenek voltak a kiállítók, illetőleg a látogatók sem mindig értették, hogy miért volt ez a döntés a puli fajtánál. És azt azért tudni kell, hogy egy hétköznapi ember számára vannak olyan dolgok, amit kevésbé láthat a ring széléről. Tehát lehet egy kutya, ami gyönyörű, szép és formás és fantasztikusan jól néz ki, majd ugye a látogatónak a megdöbbenésére nem a általa megítélt legszebb kutya nyer, hanem mondjuk ami ugyanolyan szép, csak egy picit mégsem annyira szép az ő szemének. Tehát ezek azok a dolgok, amikor közelről a bíró megnézi egy kutyának a fogsorát. Na most ezt a látogató kívül ugye csak annyit lát, hogy a bíró belenézett a kutya szájába, mondjuk, hogyha a kutyának rendezetten a fogsora, ez a kutya már nem lehet győztes. De ugye ezt messziről a látogató ezt kevésbé látja, csak annyit látja, hogy nem ért a bíró a szakmájához, mert nem a legszebb kutyát hozta ki. Nagy valószínűséggel ez azért van, mert ugye olyan genetikai hibát fedezett föl nála, ami még ugye nem kizáró ok, de nem ezt részesítik előnyben a tenyésztésnél. És a Best in Show? A Best in Show az arról szól, hogy ugye az egyéni bírálatok során minden egyes fajtában kiválasztják a fajta győztes kutyát, ami ugye a típus jegyeket a legjobban hordozza. Na most a kiválasztott fajta győztes kutyákat a délután folyamán megjelennek a Best in Show körben, ahol ugye számos más program van a Best in Show kutya kiválasztása között, tehát a kutyapár, fiatal felvezetők, legszebb bébi, legszebb kölyök, tehát minden kategóriában kiválasztják a legszebb kutyákat. Na most a Best in Show azért egy picit már a szubjektív, én legalábbis úgy gondolom, hiszen mit beszélgettünk itt a felvételen kívül is, az már egy olyan fajta jellegű összehasonlítás, ahol az almát hasonlítják össze a körtével, tehát egy francia bulldogot kevésbé lehet összehasonlítani egy dobermannal, mert ugye mi alapján tudjuk összevetni a két kutyafajtát. Hogyha éppen olyan a bíró, hogy ő a második fajta csoportba tartozó dobermann specialista, természetesen ő előnybe fogja részesíteni a kiválasztásnál a Doberman fajtát. Hogyha a Best in Show-t éppen olyan bíró bírálja el, aki a társasági kutyákat kedveli, vagy a molosszert, most akkor nyilván arra fog hajlani a szíve. Én nem gondolom, hogy emiatt valakire éppen lehetne haragudni, de tehát ez olyan tényleg egy olyan kicsit olyan szubjektív dolog. Utolsó kérdést teltem föl, de ezt nagyon szeretném megkérdezni. Láttuk, hogy te is versenyzel. Mikor jött ez a szerelem a kutyák iránt, és milyen eredményeket értetek már eddig? Hát én alapjáraton gyerekkoromtól kezdve kutyázom, és mint minden gyerek én is német juhásszal kezdtem, vagy ahogy annak idején hívtuk farkas kutya, hogy a faluban ezt a német juhászosok nem nagyon szeretik. És 88-ban vásároltam az első dobermanomat, azóta van dobermanom. Nyilván akkor még nem voltak ilyen minőségű kutyák, nemhogy Magyarország, tehát nemhogy nekem, hanem még az országban sem voltak ilyen minőségű kutyák. Én csak a dobermanról tudnék nyilatkozni. Én úgy gondolom, hogy Európában talán a egyik legjobb genetikai állomány van nálunk. Igen, jó magam is versenyzem. Nekem 2 szukám van otthon, tehát 2 tenyész szukám van. Ezen kívül van nyilván több kutyám, amivel megjelenünk a kiállításokon. Ami az eredményeket tekinti, tehát nekem is van interchampion kutyám, nekem is van szinte a felnőtt kutyáim mindegyike, az a környező országoknak a championátusával rendelkezik, tehát román champion, szlovák champion, szerb champion, és ugyanez ugye fiatalban is. Na most... Ez egyfajta hobbi, ezt sokan szokták kérdezni, hogy miért jó ez, vagy ez milyen pénzzel jár. Ez semmivel nem jár. Ez ugyanolyan, hogy valakinek minél több championátusa van a kutyájának, annál értékesebb, vagy az utódai annál keresettebbek. Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok a szervezéshez, nagyon jó volt a kiállítás, illetve a kutyákhoz is, amik vannak. Köszönöm szépen Kicsi Györgynek. A szüret az egy ünnep Tokaj hegyalján, és most már el is kezdődött egy picit hamarabb, mint korábban, ugye nagyon jó volt az idő. Erről az ünnepről beszélgetek Barkoly Ádám borásszal, illetve Prácser Miklóssal, a hegyközségi tanács elnökével. Köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük.
Én először is a elnök urat kérdezném arról, hogy mi az oka annak, hogy azért most egy picit így rácsodálkoztunk, hogy úristen, már elkezdődött a szüret, és hogy milyen minőségű most jelenleg a szőlő. Igen, a 2015. év az egy rendkívül eltérő év a többitől. Azt is mondhatnám, egy rendhagyó év. Ugye, ha visszagondolunk a nyárra, akkor emlékszünk arra, hogy több alkalommal hőségriadó volt az országban. A szőlő mediterrán növény, nagyon szereti a meleget és a csapadékot is. A meleg volt elég, csapadékból abból kevesebb, azonban ez a nagy meleg, ez előrébb hozta a szőlőnek a fejlődését, és így szeptember közepére gyakorlatilag elértük azt az állapotot, amit más éveken október elejére szoktunk elérni. És ha a szőlő elérte az állapotot, amikor szüretelni kell, akkor szüretelni kell, nincs mese. Ádámtól kérdezném ezt, hogy tényleg így van ez, hogy amit mondott elnök úr is, hogyha szüretelni kell, akkor menni kell és csinálni kell. Természetesen itt nincs időnk hova várni. Hogyha azt igényli a szőlő, hogy most szednünk kell, akkor ne halasszuk holnapra, és nézzük a próbaszüreteket, és ha az eredmények jók, akkor menjünk is a területre, és kezdjük meg a szüretet. Akkor most nálatok elkezdődött már, vagy mikor kezdődött el, és már most tényleg itt muszáj megkérdeznem, hogy a minőség az tényleg ugye így van-e, hogy ilyen nagyon jó? Nagyon jó a minőség, ez egyértelmű. Két hete kezdtük meg körülbelül a szüretet sárga muskotrályokkal, aztán a kabarok, zéták, és ezek még mind a száraz alapanyagok, és akkor most pedig a napokban már elkezdődöttek a furmintok az én területeimen. Azért ez változó, teljesen függ az évjáratnak a sajátossága. Más dülőkben nagyon nagy különbségek lehetnek mustfokokban. Egy teljesen déli fekvés, ahol volt egy pici csapadék, lehet, hogy magasabb a mustfok, jobban megindult a botrytisztesedés, és ezáltal összefortak azok a kisebb szünetek, amik a sárga muskotáj és a furmintok között szokott lenni, hogy egy-két hét pihenő szokott lenni, hát most nincs pihenő, hanem megyünk tovább, és szedjük most már a furmintokat is. Egyébként ugye most itt már beszélnünk kell egy picit arról, hogy oké, hogy leszedjük ezt a szőlőt, és nagyon jó a minőség, elkészítjük, illetve aki nem készít ugye belőle bort, de szeretne egy kis plusz jövedelemhez jutni, ő mit tehet ezáltal, hogyan segíti mondjuk a Tokaj Kereskedőháza gazdákat? A Tokaj Kereskedőháza térség legnagyobb integrátora. És ebben az évben már azért örömmel tapasztalható az, hogy az az árjegyzék, amit a Tokaj Kereskedőháza meghirdetett a szüretre, az egyértelműen a minőségi termelésre, termesztésre ösztönöz. Tehát lényegesen elkülönül a gyengébb minőségű termésnek az ára a magasabb minőségű termés árától. És ilyenkor ennek hatására az emberek már elgondolkodnak azon, hogy mennyit és milyen minőséget termeljenek, mert látják, hogy sokkal több árbevételhez jutnak akkor, ha egy magasabb minőséget céloznak meg, és kivárják a magasabb minőséget, hogy a tőkén a szőlő elérje. Egyébként ez a jellemző itt Tokajhegy alján, hogy kivárják ezt a megfelelő minőséget? Ez változó. Itt ugye azért azt látni kell, hogy vannak olyan gazdák, akiknek van türelmük, van erejük, anyagilag megtehetik azt, hogy várják a kedvező minőséget, és az optimális időben szedik le a szőlőt az árbevétel szempontjából. Sajnos vannak olyanok is, akik nem tudják ezt kivárni, hanem abban a pillanatban, amikor a szüret elkezdődött, és gyakorlatilag a szőlő szedhető, leszüretelik a szőlőt, még akkor is, ha nem ebben a pillanatban kapják a legmagasabb árat a szőlőikért. Hát sajnos ez még előfordul itt a borvidéken. Egyébként ugye leszeditek a szőlőt, utána hogyan tovább, mert ugye ti készítetek ebből borokat is. Így van, így van. Bekerül a szőlő feldolgozóba, ott pedig átmegy egy bogyózón, aztán be a présekbe, és akkor indul ott a préselés folyamata. Ezután egy éjszakát ülepítjük a mustot, és indul majd az erjedés. Milyen borokat készítetek elsősorban?
2015-ben a legnagyobb hangsúlyt a szárazborokra fektetem. Úgy érzem, hogy egyre nagyobb igény van a szárazborokra. És ezért az előző évjáratok, például 2014 egy nagyon nehéz évjárat volt, nagyon kevés mennyiség született. 2013 én azt mondom, hogy inkább az édesboroknak volt az évjárata. 2013-ban körülbelül egy ilyen másfél hetünk volt, amikor megfelelő alapanyagú, száraz alapanyagot tudtunk szüretelni. És 2012-ben már régen volt, és egyértelműen hiány van a szárazborokban. Én úgy látom, hogy nem csak nálam, hanem a pincészetek, több pincészeteknél is. Úgyhogy egyértelmű, hogy 2015-nek egy szép szárazboros évjáratnak kell nálam lennie. Aztán meg kiderült a hetekben és a napokban, hogy mennyire indul meg a botrytisz, és hogy milyen édes borokat fogunk készíteni. De egyértelmű, nagy a remény arra, hogy szép édes borok is lesznek az idén. Így van ez. Azért reménykedjünk benne, ugye, hogy nem csak édes boraink lesznek, hanem azért a szárazok is. Persze, egyértelműen igaza van Ádámnak abban, hogy ebben az évben eddig az időpontig kiváló szárazbor alapanyagot adó szőlők teremtek, és azok most kerülnek szüretelésre. Azonban az biztos, hogy azok a gazdák, akik édesbort szeretnének készíteni, és megfelelő türelemmel kivárják a szőlőtőkén a terméssel, azt az időpontot, amikor a botrytiszesedés elindul, illetve az aszúképződés elindul, és aszúvá töpped egy szőlőbogyó, lesz, csak megfelelő türelem kell hozzá. Ma már a hajnalok, a reggelek párásak, és ez éppen elegendő nedvesség ahhoz, hogy a botrytisz elinduljon, és elvégezze azt az áldásos tevékenységet, amire már évszázadok óta mindig számítanak a gazdák. Szóval megnyugodhatunk akkor, hogy lesz asszú. Biztos, hogy lesz. Ez attól függ, hogy amikor az asszusodás elindul, még mennyi szőlő lesz a tőkéken. Ugye most a mai álláspont szerint szeptember 21-én a Tokaji Kereskedőház elkezdi a szüretet, már meghirdette a szüret kezdés időpontját. Természetesen sokan ebben az időpontban elkezdik a szüretet. Na most ezekből a szőlőkből, amit leszüretelnek, már nem fog aszuk képződni. Tehát attól függ, hogy mennyi szőlő marad még a tőkéken arra az időpontra, amikor az aszuszodás elindul, attól függ az, hogy mennyi aszú várható. De nagyon fontos szerepe van Tokajban a szárazboroknak, mert valóban igaz az, hogy a világ egyre jobban igényli, egyre jobban megismeri a tokai szárazborokat, a tokai furmintot, és az édesborok mellett fontos az, hogy a szárazboraink is elismertek legyenek a világban. Egyébként én azt szeretném tudni, hogy mi a helyzet, hogy mennyire vagyunk azért borívóak, mennyire itt ezen a vidéken inkább, mennyire növekedett meg mondjuk a presztízse annak, hogy jó bort ígyunk. Azért látjuk, hogy elég fiatal vagyok még, és elég fiatalon csöppentem ebbe az egész szakmába. De én azt mondom, mióta én készítem a borokat, nálam egyre nagyobb a kereslet arra, hogy minőségi borokat fogyasszanak nem csak a fiatalok, hanem az egész generáció. Egyértelműen a borászoknak kell nevelni az embereket arra, hogy bort fogyasszanak az emberek. Olyan borokat kell tenni az asztalra, amelyek méltóak minden naphoz és minden pillanathoz. Egyébként hogyan lehetne egy picit népszerűsíteni a tokai vagy a tokai hegyaljai, ugye inkább egy kicsit ilyen tágabb dolgokról beszélgessünk, ezeket a nedüket, mert azért jó lenne, hogyha nem csak Magyarországon ismernék, ugye ezeket az italokat, jó minőségű italokról beszélünk, hanem azért mondjuk a külföldön, más országokban is szívesen fogyasztanák. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez olyan szempontból is nagyon fontos kérdés, mert ez befolyásolja az itteni szőlőtermesztőknek és borkészítőknek a bevételét is. Azt az állapotot, hogy milyen jól tudnak megélni a szőlőtermesztésből, a borászatból. Ez nagyon fontos kérdés, a marketing kérdése. Ugye a marketinget, a tokai marketinget ki kell vinni a világba. Mert akármilyen furcsának hangzik nekünk, sajnos a világ nagy részén hallottak a tokai borról, de azt sem tudják, hogy melyik országban van Tokaj. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan marketingje legyen a tokai bornak a
célzott országokba, a célzott területeken, hogy egyszerűen megismertesse az ott élőkkel azt, hogy mennyire kiváló minőségű száraz és édesborok teremnek itt ezen a borvidéken, akkor van esélyünk, ha ismerik, megkóstolták ezeket a borokat, hogy venni is fogják ezeket a borokat. Tehát a marketing az egy rendkívül fontos kérdés, amiben nagyon nagy lépésekkel kell előre haladnunk ahhoz, hogy a borvidéken egyre jobb és jobb legyen az élet. Hát reméljük, hogy ez így is lesz, és egy picit azért jobban megismerik Magyarországot is, Tokajhegyalját is, de azért jó lenne egy picit arról is beszélni, hogy miért felejtjük el azt, hogy mi igazából borivó nemzet voltunk, amióta világ a világ, és miért, és hogyan lehet mondjuk egy fiatal borásznak népszerűsíteni a fiatalok körében, és nyilván, mert ugye az idősebbek azért lehet, hogy szívesebben megisznak egy jó pohár bort. Kimaradt valahogy az elmúlt évtizedekben ez, hogy olyan borok kerüljenek az asztalra, amelyek azt mondhatom, hogy egy könnyedebb, gyümölcsösebb, azt mondom, ez a mindennapok bora, ez hiányzott. És itt az elmúlt 10-15 évben elkezdtünk egy ilyen könnyedebb stílust is készíteni, és ezáltal én azt mondom, hogy ezáltal ismét be lehet lesz fogni azokat a fiatalokat, egyértelmű potenciálisok ezekre a borokra. Sokat kell tenni még egyértelmű, nagyon sokat kell dolgozni. Mindenki keresi még azért az útját, hogy milyen is például egy igazi száraz furmint. És itt Tokajhegyen végigmegyünk, akkor azt mondom, hogy akármelyik pince, mindegyiknél egy picit más lesz ez a száraz furmint, és az asszúr egyértelműen megvan a recept, hogy hogyan kell készíteni. De a szárazborokban még nagyon sokat kell tanulnunk, de én azt mondom, hogy nagyon jó úton haladunk a felé, hogy ahogy beszéltük is az előbb, hogy a világ felé is, és nem csak az, hogy a helyi fiatalokat, vagy a magyar fiatalokat megfogjuk, hanem ugyanúgy a világ fiataljait is. Én nagyon szépen köszönöm. Egyébként ehhez én szeretném hozzátenni azt, hogy nagyon-nagyon fontos azért azt látnunk, hogy jelentős előrelépés van ezen a területen. Ha visszagondolunk arra, hogy ezelőtt 20 évvel a tokai aszun kívül semmilyen tokai bort nem lehetett kapni Londonban, Párizsban, New Yorkban, még véletlenül sem volt a polcokon tokai szárazbor. Ma az igazán elegáns londoni, párizsi, New Yorki éttermekben mindenütt ott vannak a tokai borok. Igaz, hogy nem fogynak nagy mennyiségben, de már ott vannak, megjelentek, és ez nagyon fontos a vidék számára, hogy itt megismerjék ezeket a borokat, és egyszerűen fogyasszák külföldön jó áron eladott borainkat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, azért remélem, hogy mindenki, aki néz minket, az megismerte egy picit jobban, nyilván itt élünk, de akik máshonnan néznek minket, megismerte egy picit a borvidéknek egy szeletkijét. Köszönöm szépen Prácsár Miklósnak és Varkai Ádámnak, hogy itt volt. Köszönjük szépen! Egyre több versenyző és testépítő, illetve fiatalizmosodni vágyó úgy gondolja, hogy a sportoláshoz étrend kiegészítőt használ, és a mai adásban erről fogok beszélgetni Bukovenszki Gábor személyjegyzővel. Köszöntelek Gábor a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ismét. Köszönöm szépen, köszöntöm a nézőket én is. Azért ez egy nehéz téma, ez az étrend kiegészítő, mert sokan ugye úgy gondolják, hogy ezek károsak a szervezetre. De mi is ez az étrend kiegészítő tulajdonképpen? Igen, sajnos itt a fejekben nagyon az űrzavar ezzel a témával kapcsolatban. Talán most módunk lesz egy picit rendbe rakni ezt a dolgot. Az étrend kiegészítő, tehát ahogy a nevében is benne van, a mi jól összerakott táplálkozásunkat, étrendünket tudjuk ezekkel a különböző készítményekkel kiegészíteni a mi igényeinkre szabottan. Ugye mondtad is itt az előbb, hogy zavar van a fejekben, ugye étrend kiegészítő és olyan szerek, most doppingszerek nyilván, összekeverik az emberek. Nem tudják, hogy a kettő között mondjuk mi az alapvető különbség, és ezért azt mondják, hogy az étrend kiegészítő is például ilyen tiltott listán van, vagy tiltó listán van. Magyarországon bolti forgalomba csak OJT engedélyszámmal ellátott termékeket lehet kihelyezni a polcra. Illetve
van már Magyarországon a Magyar Sportorvos Társaság, ezeket a termékeket, illetve hát az étrendkiegészítőknek a nagy részét ellenőrzi. Folyamatosan is töltődik fel egy lista a sportorvos.hu portálon, ahol meg lehet nézni azokat a termékeket, amiket eddig bevizsgált ez a szervezet. A Magyar Olimpiai Bizottságnak a hivatalos támogatója is egy étrendkiegészítő cég. Tehát ugye, ha az olimpiai sportolóknak megfelelőek ezek az étrendkiegészítők, akkor nem lehetnek benne semmilyen káros doppingszerek ezekben a termékekben, illetve a doppingszerek azok általában, illetve nem általában, hanem azok mind egytől egyik gyógyászati célra készült gyógyszerek. Ezeket gyógyszertárakban lehet megvásárolni, illetve hát nem lehet, mert orvos írja fel őket. Tehát ezekhez a doping készítményekhez ma Magyarországon csak a fekete piacon lehet hozzáférni. Az étrendkiegészítőket pedig bemehetünk ezekkel a termékekkel foglalkozó szakboltokba, ahol szakszerű tanácsadást is kapunk egyébként, és ott tudjuk ezeket megvásárolni. Teljesen másképp is néz ki egy dopingszer, illetve egy étrendkiegészítő. Ugye a dopingszerek, ahogy említettem, gyógyszerek, tehát azok gyógyszerformában is vannak. Tabletták, injekcióformában beadható szerekről van szó. Az étrendkiegészítők pedig teljesen másképp néznek ki, akár a kapszulás verziók, akár a porformátumú verziók. Egyébként ugye a fiatalok, akik ugye elkezdenek sportolni, testépítőkről beszélünk, izmosodni vágyókról, azért nekik fontos az, hogy ilyen étrendkiegészítőket használjanak, mert ugye az izom ezeknek a segítségével sokkal jobban fog épülni a testre. Így van, de meg kell jegyezni, hogy nem csak testépítőknek lehetnek ezek a étrendkiegészítők hasznosak, hanem minden sportágnak megvannak azok az étrendkiegészítői, amiket a sportolóknak használniuk kell. Vegyünk például egy állóképességi sportolót. Lehet itt szó egy kajakosról, egy futóról, vagy bármilyen küzdősportolóról. Az ő szemszögükből nekik nagyon fontos tényező az, hogy az izmaik ne savasodjanak be a hosszú igénybevétel alatt. Van egy aminosav, amit úgy hívnak, hogy beta-alanin, ez étrendkiegészítő formájában megvásárolható, ez az ő számukra hasznos kiegészítő tud lenni. Egyébként ezt a beta-alanin nevű aminosavat, ezt a táplálkozásunkkal is különböző ételekben be tudjuk vinni a szervezetünkbe, nyilván nem akkora dózisban, amekkora dózisra szüksége van a sportolónak ahhoz, hogy a sport teljesítményét legálisan tudja fokozni. Ezért van szüksége ezekre az étrendkiegészítőkre. Egyébként ezek a doppingszerek azért meg is változtatják az embernek a szervezetét, és nyilván azért van ez, hogy nem lehet mondjuk a boltokban megkapni, hanem ugye csak gyógyszertárokban és csak vényre lehet ezeket kiváltani. Mi lehet a legfontosabb, ami miatt ugye ezt nem lehet megvásárolni? Ugye, ahogy említettem is, ezek mind gyógyszerek. A gyógyszereknek pedig köztudottan mellékhatásaik vannak. Ezeknek a gyógyszereknek a nem szakszerű, illetve az az alkalmazás, hogyha nincs rá szüksége valakinek, óriási egészségügyi kockázatokat rejt magában. Tehát itt beszélhetünk komoly szervkárosodásokról, vagy bármi másról, amit ugye ezek a szereknek a mellékhatásai okozhatnak, hiszen nagyon sokféle szerről van itt szó, nagyon sokféle hatóanyagról, aminek mind-mind más és más mellékhatása van. Ezeket gyógyászati célra fejlesztették ki, tehát ezeket az orvosoknak kell tudni a beteg embereknek adagolni, és nem a hobbi sportolóknak kell használni ezeket a szereket. Ugye Magyarországon ezek a szerek tiltó listán vannak, de vannak olyan országok, ahol lehet ezeket legálisan megvásárolni? Igen, vannak ilyen országok, nem szeretném őket így megemlíteni, hogy melyek ezek az országok. Minden ország ugye maga szabályozza azt, hogy mi kerül gyógyszertári forgalomba, illetve ezek a szerek legálisan vagy vénykötelesek lesznek-e. Vannak olyan országok, itt beszélhetünk inkább az arab országokról egyébként, ahol ezek a szerek vény nélkül is megvásárolhatóak sajnos. Egyébként, ugye, hogyha sportolunk, akkor, ahogy beszélgettünk, az étrendkiegészítő azért nagyon fontos. Azért tudnám mondani olyat, amit mindenképpen, aki elkezd sportolni, az vegyen belőle, vagy melyek ezek, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy jobb legyen az állóképességünk sportolás közben például. Igen, nálam van egy ilyen preferencia sorrend az étrendkiegészítőkben.
Én azt szoktam javasolni mindenkinek, akár aki hozzám fordul szaktanácsadásért, vagy az én vendégem, az én edzettem, hogy a legeslegfontosabb az egy jó multivitamin megválasztása. Nagyon fontos ez, hiszen a táplálkozásunkkal egyszerűen nem vagyunk képesek annyi vitamint a szervezetünkbe juttatni, amennyire szükségünk van, sportolunk, ugye? Tehát a megnövekedett fizikai teljesítményünknek a fenntartásához, ugye a regenerálódásunkhoz nagyon fontosak ezek a vitaminok és ásványi anyagok, illetve más egyéb tápanyagok. Így egy jól összerakott multivitamin, ami tartalmazza a vitaminokat, az ásványi anyagokat, illetve tartalmazza a különböző zsírsavakat, gondolok itt az eszenciális zsírokra, ugye, amiket nagyon kis mennyiségben fogyaszt a magyar ember, hiszen ezek tengeri halakban található zsírok, az omega-3-ra gondolok itt most elsősorban. Ugye sajnos a magyar táplálkozási szokásokban a tengeri hal az nem éppen előkelő helyen szerepel, ezért ezeket már is meg lehet oldani étrendkiegészítő használatával, melynek ugye tudjuk, hogy ezeknek a zsírsavaknak nagyon nagy szerepe van az anyagcserében, illetve a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében. Tehát egy jó multivitaminnal kell kezdenünk mindenképpen a bevásárlást. Ezután pedig következhetnek a mi céljainknak, amit az edzünk akár elmond, hogy erre van szükségünk ahhoz, hogy a célunkat elérjük, ezeknek az étrendkiegészítőknek a megvásárlásához. Aki súlyzós edzést végez, annak mindenképpen fontos lehet egy jó fehérje készítmény megvásárlása. Természetesen erre is oda kell figyelnünk, hogy tényleg bol van, ellenőrzött, OJT számmal ellátott terméket vásároljunk. És sajnos meg kell említenem már azt is, hogy a hamisításhoz ugye tudjuk, hogy manapság mindent elért már. Sajnos az étrendkiegészítők piacát is elérte a hamisítás. Így érdemes olyan étrendkiegészítő boltokban vásárolni ezeket a termékeket, amelyek egy adott márkát forgalmaznak, tehát márkakereskedések. Itt azért nagy biztonsággal vásárolhatunk, mert tudjuk, hogy a gyártótól közvetlenül érkezik, és semmilyen más cégen, illetve semmilyen más forráson nem megy át a termék, és nem kerül benne rajta semmi megváltoztatásra. Tehát akkor itt az internetes vásárlás azért rejt magában némi kockázatot ezek szerint. Igen. Akkor. Igen, mindenképpen. Én már láttam is hamisított étrendkiegészítőt, illetve nagyjából azért képbe vagyunk azzal mi edzők, akik sokat foglalkozunk a témával, hogy mik azok a helyek, amiket el kell kerülnünk vásárlás szempontjából. Ezért említettem azt is, hogy márkakereskedésben érdemes keresni ezeket a termékeket. Egyébként tévhitek vannak az étrendkiegészítőkkel kapcsolatban. Melyek ezek a leggyakoribb tévhitek? Ugye én nagyon sokszor hallom azt például, hogy fehérje por, és hogy az káros az egészségre, mert leáll tőlük a vesény, a májunk, meg különben is port ne fogyasszunk. Én nagyon egyszerű kérdéssel szoktam ilyenkor visszavágni, hogy a csecsemőknek is tápszert adunk az is por formátumban akár, tehát akkor az is káros az egészségre? Természetesen nem, és az étrendkiegészítő sem az, illetve még amit gyakran szoktak említeni, hogy hormonokat raknak bele. Ha hormonokat raknának ezekbe a készítményekbe, akkor sokkal-sokkal drágábbak lennének ezek a készítmények, illetve bűncselekményt követnének el a gyártók, a forgalmazók, ez az egyik dolog. A másik pedig, mint ahogy említettem, ma már Magyarországon hatóság ellenőrzi ezeknek a termékeknek a tisztaságát, doppingmentességét, tehát egyszerűen nem kerülhetnek ezekbe az étrendkiegészítőkbe hormonok, doppingszerek, semmi. Én azért szeretném azt a kérdést föltenni, hogy aki fogyni szeretne, és el kell sportolni, futni, aerobik, bármilyen aerob mozgást végezni, akkor neki mit javasolnál étrendkiegészítőben, hogy mi az, ami segítheti mondjuk a zsíroknak a könnyebb lebontását például? Vannak nagyon jó és hatásos zsírégető készítmények, természetesen hozzá kell tenni, ahogy te is említetted, hogy mozgáshoz kötöttek ezek a termékek, tehát önmagukban nem fogják a kívánt eredményt meghozni. Az egyik ilyen csoport az L-karnitin például, ami a zsír mobilizációt segíti, ezt ma már komoly kutatási anyag támasztja alá. Ez már segítségünkre lehet a zsírégetésben, illetve amit én ajánlani szoktam a vendégeimnek, azok az úgynevezett termogén zsírégetők, amik ugye a testő emelésével segítik elő a zsírégetést, mind biztonságos termékek, és ismét el szeretném azt mondani, és felhívnám a figyelmet, hogy márkakereskedésben, szakboltban vásároljunk, mert ott meg fogják tőlünk kérdezni azt, hogy esetleg
magas vérnyomás, magas pulzusszám, mert akkor olyan terméket választanak, amiben nincs mondjuk koffein, ami nem befolyásol negatívan semmilyen élettani hatást. Tehát ezért fontos az tényleg, hogy szakszerű segítséget kapjunk az étrendkiegészítőknek a megválasztásában is. Utolsó kérdésem akkor már tényleg az lenne, hogy merjünk akkor étrendkiegészítőt használni? Természetesen merjünk, igen, csak mindig kérjünk szakszerű segítséget. Köszönöm szépen Bukovenszky Gábor személyi edzőnek, hogy rendelkezésünkre állt, és hát akkor használjuk az étrendkiegészítőket sportoláshoz. Köszönöm szépen. Egy hét múlva, szeptember 28-án 17 órakor ismét várom Önöket a képernyő elé. Érdekes témákról, fontos eseményekről, a közérdeklődésére figyelemre méltó hírekről beszélgetek vendégeimmel a Globo Televízió stúdiójában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!